Atyánk, Istenünk, köszönjük neked, hogy énekelhettünk arról a reménységről, hogy egyszer majd kiáltod a nevünket. És magasztalunk téged, hogy fiadban, Jézus Krisztusban elvégezted már, hogyha kiáltod, akkor ez nekünk öröm lesz majd. Köszönjük, hogy megbocsátottad a bűneinket. Köszönjük, hogy az örök élet reménységét beírtad a szívünkbe. És magasztalunk azért is, hogy készítgesz bennünket majd arra hívószóra. Köszönjük ennek érdekében minden munkádat, a jó napokat, a rossz napokat, az igédet, a testvéri közösséget, a személyes formáltatásnak az alkalmait. És köszönjük, hogy áldasz bennünket, és szeretsz. Az a reménységünk, hogy megadod a szívünkben a készséget arra, hogy együtt munkálkodjunk veled. Hogyha majd nevünket kiáltod, akkor mondhassuk, hogy itt vagyok Jézus vére érdeméért. Köszönjük a délelőtt áldását, a testvéri közösséget az ebédszünetben, és most is arra vágyunk, hogy megszólíts bennünket, hogy magadhoz közelebb vonj, hálásabbá tegyél bennünket, és hogy még inkább hirdessük teljes örömmel a te nevedet ezen a világon. Kérünk, maradj velünk az Isten tiszteleten, és ismertesd meg még inkább önmagadat velünk. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezet. Énekeljük új ének hangja kezdetű 9. énekünket. 9. énekünk így kezdődik. Új ének hangja Istenünknek zengjen. Minden versét elénekeljük az énekünknek. Legmesszebbről érkezett vendégeink szolgálatát hallgatjuk meg. Tömöriné Révész Magdolna és ifjabb Tömöri Gábor testvér szolgálatát, majd azt követően a pengető zenekar szolgál. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Néhány mondatban hadd mondjam el, hogy én miért is vagyok hálás. Valóban sok mindent lehetne felsorolni, de azt gondolom, hogy abból egy kicsit, amit el szeretnék mondani, azok, akik nem ismernek, talán egy picit megismerhetnek. Először is, amikor így gondolkodtam, hogy miért is vagyok hálás, az jutott eszembe, hogy azokért a személyekért és azokért a gyülekezetekért van hála a szívemben, akiket Isten felhasznált, azért, hogy én lelkileg fejlődhessek. Egészen a születésemtől kezdve természetesen, tehát a szüleimért, nagyszüleimért, közvetlen családomért, de valóban tapasztaltam sok-sok helyen, hogy azok a gyülekezetek, ahol élhettem az én hívő életemet,
azok nagyban hozzájárultak, hogy az lettem, azzá formálhatott Isten, aki vagyok. Így hálás szívvel emlékezem a szülőfalumra, a tuzséri gyülekezetre, ahonnan indulhattam. Hála van a szívemben a hajdubogósi testvérekért, akik között szolgálhatok, és akik befogadtak, amikor férjem mellett oda kerültem. És itt az ebédszünetben valakikkel beszélgetve, hogy milyen csodálatos az, amikor Isten pótolta a testvéreken keresztül a szülőt, a nagyszülőt számomra, amikor távol kerültem az otthonomtól. Amióta Isten gyermekekkel ajándékozott meg bennünket, azóta folyamatosan hála van a szívemben azért, mert láthatom az ő életükben Istennek a munkáját. Láthatom azt, hogy azok a gyümölcsök beérnek, amelyeket Isten akar az ő életükben látni, és olyan jó látni, amikor ők készek arra, hogy velünk együtt az Urat szolgálják. Aztán egy olyan gondolatot, egy ige alapján azt fogalmaznám még meg, hogy hála van a szívemben azért is, hogy még nyelvemen sincs a szó, te már tudod, Uram. Olyan sokszor megtapasztalom az életemben, hogy olyan hatalmas Istenem van, aki tudja mindig, hogy mire van szükségem, úgy anyagilag, mint lelki vonatkozásban, úgy a családban, vagy a munkahelyen is tapasztalva, hogy Isten előttem jár, és egyengeti az utamat, és olyan dolgokat visz véghez, amit valóban ő egyedül tud elvégezni, és én hiába erőlködnék, én nem tudnék megtenni. És azért is hálás vagyok, amikor Isten megenged nem szeretem napokat, negatív eseményeket is az életemben, mert tapasztalom, hogy ő abból is jót akar kihozni, és az is hozzátartozik az én formáltatásomhoz. És itt konkrétan egy egészen friss és személyes élményt hadd osszak meg, ahogy készülődtünk, hogy jövünk ma ide a testvérek közé. Egy betegség soha nem jön jókor, de most valóban úgy éreztem, hogy az édesapám betegsége, az, hogy ő hirtelen kórházba került, most nagyon nem jól jött ki, mert annyi mindent kellene még elvégeznem, de a szombati napba még az is belefért, hogy elmenjek és meglátogassam őt a kórházba, és azon túl, hogy nyilván elsősorban neki jelentett jót, hogy ott lehettem és egy kicsit bátorítani tudtam, megláttam ott a kórházban, hogy Isten miért pont most engedte meg. Ott volt egy olyan szobatársa, akinek emberileg már nem kellett volna élnie, olyan rákos betegséggel küzd, hogy az orvosok szerint már régen nem meg kellett volna, hogy haljon. Körülbelül egy éve hordozza ezt a kort magában. Elég rossz állapotban volt, de egy kicsit tudtunk beszélgetni. És amikor azzal váltam el tőle, hogy őt is bátorítottam, és elmondtam neki, hogy fogok érte imádkozni, akkor jó volt hallani, hogy én eddig nem imádkoztam soha, de amióta beteg vagyok, azóta próbálok és tanulgatok imádkozni. És hiszem, hogy nem véletlenül engedte meg ezt Isten, hogy vele is találkozzunk, és valóban szeretnénk ezt tovább is tenni, és hogy az Úr mit végez az ő életében, az Istennek legyen a titka. De az a vágyam, hogy minden nap figyeljek rá, és ő vezethesse az életemet, és akkor tudom, hogy az ő dicsőségére élhetek. Szeretnék még hálásabb lenni mindazokért a dolgokért, amiket Isten hoz az életemben, és szeretnék úgy élni, hogy az életem őt dicsőíthesse. És ezt kívánom a testvéreknek is. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és én is el szeretném mondani azért, hogy miért vagyok hálás Istennek, mit végzett el az életemben. Hát idén nyáron merítkeztem be, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy az én életemben is megtörténhetett ez az esemény, hogy odaállhattam a bemerítő medence mellé, és hát eléggé hosszú út vezetett idáig. Sokáig voltak kételyek a szívemben, hogy úgy alakult, hogy mivel nagyon fiatal korom óta, születésem óta jártam a gyülekezetbe, ezért hamar hallottam az Úr Jézusról, hallottam az ő munkájáról,
és tudtam, hogy nekem is meg kell térnem, nekem is újjászületésre van szükségem ahhoz, hogy az ő gyermeke legyek, nem elég csak a gyülekezetbe járnom. És ezt tudtam, de sajnos vonzott a világ is, a sátán ügyesen csalogatott engem is, de Isten is vonzott, és nem hagyott el. Sokszor imádkoztam az Úrhoz, hogy hadd tartozhassam hozzá, szeretném őt követni és őt szolgálni teljesen, mert éreztem, hogy még nem teljes szívemből szolgálom őt, még nem tartozom egészen hozzá, és ez hosszú ideig ment így, míg aztán sokat imádkoztam, de még mindig tudtam, hogy valami hiányzik, és aztán az egyik adventi vasárnapon történt, hogy újból elmondtam Istennek egy imádságot, és most már hittel mondtam el ezt az imádságot, és tudtam, hogy meghallgat, és tudtam, hogy nem muszáj tovább keresnem, mert ő valóban elfogadja az imádságaimat, és ő elfogad engem, és meg tud változtatni. És azóta az ő gyermeke vagyok, és tudom, hogy itt él a szívemben, és imádkoztam, hogy adjon nekem lehetőséget arra, hogy bizonyságot tegyek róla másoknak, hogy beszéljek róla másoknak, és azt tapasztalom, hogy minden nap, minden eseményben velem van, és vezeti az életemet, és mióta elkezdődött ez az iskolai év, azóta is rengeteg alkalmat adott arra, hogy beszéljek az osztálytársaimnak, a tanáraimnak, a más embereknek róla, és minden úgy alakítja az eseményeket, hogy mindenben észreveszem az ő munkáját, észreveszem, hogy ezt is Isten alakította, és érzem, tudom, hogy ő vezeti az életemet, és ezért én nagyon hálás vagyok neki, és kívánom mindenkinek azt, hogy hasonlóan tapasztalja meg Isten munkáját az életében. Köszönöm. A pengetősök következnek, majd pedig Lakatos Péter testvér szolgálataira figyelünk.
103. Zsoltár Dávid Zsoltára. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem fizet nékünk a mi bűneink szerint, és nem cselekszik velünk a mi vétkeink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan messzire veti el a mi álnokságainkat. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, és megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. Hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyhez tette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő szolgái, ő serege, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat. A mai napot az ifjúság szervezte, és a továbbiakban is látszik majd az ő munkájuk. A mostani szolgálati blokknak az a címe, hogy hálás vagyok. A gyülekezetből előre megkért gyermekek, felnőttek fognak érkezni, fiatalok, és arról beszélnek, hogy ők miért hálások. Majd a hálamondások között egyéb szolgálatokat fogunk meghallgatni. Most a két hálamondás után, a neveket nem mondom, mert állítólag tudják azok, akik érkeznek, azt követően majd a vonós zenekar szolgálata következik. Köszönöm,
Ó Jézus, hogy javítsz, és én mert elmentem mamával és papával biciklizni. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Két elsőosztályos kisiskolás beszélget, és az egyik kérdi a másiktól, mondd, van neked valaki befolyásos ismerősöd, barátod? Az nincs, de az este édesapám az Istent atyámnak szólította. Kedves testvérek, én is nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy a mindenség örökké való dicsőséget, Urát, mennyei édesatyámnak szólíthatom. És nagyon hálás vagyok az én mennyei atyámnak, Jézus Krisztusért, az ő golgotai áldozatáért, mert ő tette lehetővé azt számomra is, hogy a mennyei atyának gyermeke vagyok. És hálás vagyok nagyon munkabírásért, az egészségért, nagyon hálás vagyok a családomért, gyermekeimért, páromért, unokáimért, és nagyon hálás vagyok azért, hogy Sűrűsápon, ami kis imaházunk is, áldozatos munkánk, és az Úr kegyelme áldása árán átadásra kerülhetett. Keridi Debórát és Jó Istvánt hallgattuk, most a vonósok következnek. Thank you.
Köszönjük szépen. Kérem? De próbáltunk délután, akkor ott eddig megvolt, úgyhogy a hála ott van a szívünk, hogy el tudtuk játszani most, mégis volt miből. Köszönjük szépen. Most egy gyülekezeti éneket énekelünk, hirdessétek hangos szóba, hogy Isten a szeretet, és ez alatt szabaddá válik majd a további szolgálatokra itt a szolgálati tér. 33. énekünk első versét énekeljük fönnállva. Két hálás vagyok című bizonyságtételre figyelünk, majd pedig az énekkart hallgatjuk meg, és két újabb hálás bizonyságtétel után a fiatalság énekére figyelhetünk. Én egy hálócsokrot hoztam a gyülekezet elé, és egy kicsit visszamennék az időbe. 2010 derülték villámcsapás, anyukámnak szívműtétje volt egy héten belül. 2013, egy hónap lefolyása alatt kiderült, hogy anyukámnak rákos megbetegedése van. Egy hónapon belül szintén műtét. Ezt következően fél évre rá édesapám szellemileg elkezdett leépülni. Majd később megállapítottak nála egy szívbetegséget. 2014, Krisztina nevű lányom az osztrák autópályán haladt az ő általa vezetett gépkocsival. 2 méterre ő előtte megállt egy pörgő autó. Sírások közepette, hajaszála se görbült, úgy szállt ki az autóból. 2016. március. Robert nevezetű fiam szintén autóbalesetet szenvedett, és hála az Úrnak, ő is úgy szállhatott ki abból az autóból, hogy ahogy az autó kinézett, azt mondom, hogy azok a sérülések szinte semmit se érnek. De köztünk van, velünk van mindenki, és együtt dicsérhetjük az Urat. 2016. júniusában kisebbik lányom Debora az ifi táborból egy kicsit megváltozva tért haza. Elindult az ő szívébe valami, amit bízom benne, és tudom, hogy az Úr Jézus, amikorra kell, ki fogja munkálkodni azt, ami szükséges az ő életébe, és akkor fog előjönni, amikor kell. És nagyon-nagyon sok hála van még az én szívemben, mondhatnám holnap reggelig is, mert annyi minden történik a családunkban, de arra most nincs idő, és én most egy igeverset szeretnék felolvasni. A Pál első levele a Tesszalonikai belé írt, 5. rész, 16-18. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Azt kívánom a gyülekezetnek, hogy tényleg mindenkor mindenért imádkozzunk, és hálát adjunk a jóért és a rosszért. És örüljünk azért, hogy együtt lehetünk még szüleinkkel és testvéreinkkel.
amikor engem fölkértek, hogy mondjak bizonyságot, szinte egyből két dolog jutott eszembe. Sok mindenért vagyok hálás, de elsősorban ezt a kettőt szeretném megosztani a testvérekkel. Az egyik az az, hogy az elmúlt egy évben nekem, illetve nekünk nagyon sok megpróbáltatásaink voltak, és leginkább negatív megpróbáltatások, tehát olyasmi nehézségek, családi nehézségek, összeveszések, tényleg olyasmi dolgok, amiket mondjuk előtte egy évvel én el sem tudtam volna képzelni, hogy most ez jön. És azért vagyok hálás, hogy ebből kifelé haladtunk, ezt már szerintem lehet múlt időnek tekinteni, mert megszabadított minket az Isten ebből a sok rossz csokorból, ami történt. Ezért vagyok hálás, a másik meg az, hogy elfogadott a gyülekezet tagokat bennünket, és ez egy lezárásképpen annak tekintem, hogy ebből a nagy mély gödörből fölfele ívelünk, és kész, ennyi. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Arra a kérdésre, hogy miért vagyok hálás, hát azt mondhatnám, hogy mindenért, de ez nem lenne elegendő. Tehát próbáltam egy néhány pontból összeszedni, hogy röviden miért is vagyok én most jelenleg hálás, és elsősorban azért, mert az Úr Jézusnak megváltott gyermeke vagyok, és az ő drága vére érettem is kifolyt. A másik dolog, hogy nagyon hálás vagyok családomért, három gyermekünkért, férjemért, és azért, hogy a gyülekezetben együtt szolgálhatunk most már a szüleimmel is. Ez is nagyon nagy öröm az én számomra. A második dolog, amiért hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam a Jóistentől a szabadulás élményét. Közel egy évvel ezelőtt egy elég nehéz helyzetbe kerültem, tehát lelkileg, fizikailag kemény megpróbáltatást kellett átélnem, és
ehhez hasonlót nem éltem át azelőtt, és úgy éreztem, hogy ebből egyszerűen nem tudom magam kihúzni, tehát ehhez nekem nincs erőm, és hogyan is léphetnék tovább. És a Jóisten olyan sok bátorító igét hozott elém, hogy teltek a hónapok, egyre inkább megerősített, és ahogy a Zsoltárostól is olvassuk, hogy minden félelmemből kimentett, tehát tényleg az van, hogy Jóistennek hatalma van arra, hogy minden félelméből, minden betegségéből az embert kigyógyítsa, ha hozzáfordul, akár még a fiatalokat is érhetik ilyen jellegű dolgok, vagy a fiatalabb szülőket, generációt. A harmadik hálak pedig, ami számomra nagyon fontos, hogy annyira jó érezni a Jóistennek azt az érzést, azt a biztonság értetet, amit kelt az emberben a mindennapi életben. Tehát tényleg a Jóistennek olyan csodálatos, hogy humorérzéke is van. Tehát, hogyha rábízzuk magunkat, és hagyjuk, hogy ő dolgozzon bennünk, és dolgozzon helyettünk, akkor ezt ő megteszi. Tehát ezek lehetnek nagy dolgok, például egy lakáseladás, amivel mostanában foglalkoztunk, és azt mondtam, hogy jó atyám, hát látod, iskolakezdés, tanítok 3 gyerek és 1 millió tennivaló, én ezt most már leteszem a te kezedbe, ha te akarod, akkor el tudod adni a lakásunk. Másnap jöttek, megnézték, azt mondták, ez a lakás kell nekik. Tehát ez ilyen egyszerűen működik, de akár a mindennapokban, tehát apró dolgokban, amikor kipótolja a mi hiányosságainkat, átsegít helyzeteken, ezek is olyan csodálatos dolgok, hogy ilyenkor is érezzük azt, hogy mennyire jó, hogy ő velünk van. És ami szintén a nagy hálára való, hogy egy régi álmom teljesült, most már tényleg szószoros értelmében tanítvány lehetek, megkaptam a lehetőséget arra, hogy ismét tanuljak a teológiára, beiratkoztam, szeptembertől elkezdtem, és ez óriási nagy élmény, nagyon-nagyon sokat kaptam az ott hallott előadásokból is, folyamatosan erősít az Úr. Egy igeverset szeretnék felolvasni, amit az Úrtól kaptam, amikor mélyponton voltam. Ézsaiás 40:29, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Kívánom, hogy a Jóisten mindenkinek az erejét sokasítsa meg, aki úgy érzi, hogy erre szüksége van, és minden jelenlevőnek áldja meg az életét gazdagon. Köszönöm szépen. Hogy miért vagyok hálás. Az elmúlt héten az egyik híradás a neten, hogy az 5-ös buszon ez egyik hívő fiú elkezdett bizonyságot tenni az embereknek, az ott utazó embereknek. És ugye ott van egy olyan lehetőség, hogy megosztom, vagy véleményem van, és én is írtam rá egy véleményt. És úgy gondoltam, hogy nem is ez a legfontosabb, hogy hirdetetik az evangélium alkalmas és alkalmatlan időben, hanem az, hogy észrevettem, hogy a feleségem az utóbbi időben azért imádkozik, hogy hárman lakunk a lakásba. Tulajdonképpen csak ketten lakunk, de az Úr Jézus is ott lakik velünk. Ezt azért is mondhatom el bátran, mert ennek az évnek az elején elhatároztuk, hogy együtt olvassuk a Bibliát minden reggel, korlátlan ideig. És ez még eddig minden nap így történt. És azért vagyok hálás, mert Isten már korán reggel mindig útmutatást ad arra, hogy hogyan kell nekünk élni, és hogyan kell nekünk imádkozni. És azért vagyok hálás, hogy mint házastársak a feleségemmel együtt olvashatjuk a Bibliát, és együtt imádkozhatunk a testvérekért, a családjainkért, a betegekért, a meg nem térőkért és a megtértekért. Ezt szerettem volna elmondani.
üdvözlöm a testvéreket, és el szeretném mondani, hogy nagyon hálás az én szívem, mert a családunkban mostanában 3 dédunoka született. De nagyon gondolkoztam azon is, mert ez nagy öröm. De még nagyobb öröm van a szívemben, azért, mert egy kicsit önző vagyok, azt gondolom. El szeretném mondani a testvéreknek, hogy ezelőtt 4 évvel a bokám fölött volt egy seb, és elmentem az orvoshoz, és azt a választ kaptam, sőt leletet, hogy daganat van a lábamon, aztán ezt meg is vizsgálták, és ráírták a papíromra, hogy rossz indulatú. Ezelőtt 4 évvel történt ez. Hát a szívem állandóan e körül a dolog körül forgott, de valahogy a jó atya mindig úgy megvigasztalt, és erőt adott, és valahogy mindig próbáltam mással foglalkozni, nem saját magammal. De most úgy adódott a dolog, hogy valami vagy megcsiphette a lábamat, vagy nem tudom, de pont azon a helyen, és borzasztóan bevörösödött, szóval csúnya lett. Elmentem szintén az orvoshoz, és hát azt mondta, hogy ne ijedjek meg, mert jó, hogy a seb körül van ez a dolog, de a sebnek nincs semmi baja, és hát nem terjed tovább a rák. Hát tudom, hogy ez talán nem is lett volna ildomos elmondani mindenkinek, de valahogy annyira hálás a szívem, annyira örülök, hogy megmentett a jó atya, és hogy adott még nekem időt arra, hogy felkészüljek arra, hogyha el kell mennem, akkor felkészült legyen az én szívem. Köszönöm, hogy meghallgattam. Mi is sok mindenért voltunk ebben az évben hálásak, és én azért vagyok hálás ebben az évben az Úr Jézusnak, mert voltak olyan dolgok, amiből sokkal nagyobb gondok lehettek volna, ha az Úr Jézus nem segít nekünk, és én ezért vagyok hálás. Én ebben az évben azért voltam hálás, hogy külföldön voltunk, és nagyon szépeket láttunk, és hogy még járok Hegedűre, és ott is nagyon jókat szoktunk csinálni. Bizonyságtételt követően újból az énekkart. Thank you.
Váratlanul ért a felkérés, és időm sem volt nagyon felkészülni, de annyira triviálisak a hála okaim, hogy nagyon talán nem is kellett volna sokat készülni rá. Akik ismernek, tudják, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon sok jó dolog történt velem, amiért kimondhatatlan hálát érzek Istennek iránt. A férjem óriási nagy ima meghallgatás, és az, hogy most már ő is a gyülekezet tagja. Nem is hittem volna, hogy ez így megtörténhet, vagy hogy tényleg ennyire hatalmas az Úr is, hogy velem is ilyen nagy dolgokat tesz. Nagyon hálás vagyok neki, hogy családdá formált, és formál bennünket. Új munkahelyet is kaptam ebben az évben. Nagyon hálás vagyok azért is, hogy az iskola kezdés is Máténak ilyen zökkenőmentesen zajlott, és zajlik, és szeret iskolába járni, remélem, hogy sokáig így marad. És most nem jut eszembe a másik, de nagyon izgulok, de azt hiszem, ennyi elég, és tényleg sajnálom azt is, és kicsit szégyenkezem amiatt, hogy sokszor ez a hála érzet eltörpül bennem, és engedem, hogy elhatalmasodjanak rajtam az éppen aktuális negatív gondolatok, vagy amiért éppen aggódom, vagy nem tetszik úgy, ahogy van, de kérem arra az Urat, hogy növelje bennem a feléfordulás igényét, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy tudjunk úgy elfigyelni, hogy közben nem felejtjük el egy pillanatra sem, hogy milyen hatalmas ő és milyen sok jót tesz velünk. Én is nagyon sok minden elmondhatnék, hogy miért vagyok hálás. Hálás vagyok a családunkért, a gyerekeinkért, az unokáinkért, és az, hogy ebben az évben úgy oldottam meg a lakás problémát, ami mindannyiunknak a épülésére szolgál, és mindannyian hálásak lehetünk, hogy így tudtuk megoldani ezt a kérdést. És hálás vagyok a jó Istennek, hogy úgy vezeti a kormányunkat és a nemzetünket, hogy remélhetően a mai szavazással együtt a nemzeti érzéseinket és a nemzeti önértékelésünket meg fogjuk tudni tartani. És egy konkrét hálaadás, amikor Zsolti fölkért, hogy mondjak egy pár szót itt, a múlt héten történt velem, ez szakmai kérdésben egy olyan beteget kellett megoperálnunk, elaltatnunk és megoperálnunk, akit nagyon sok helyen nem vállaltak és nem tudták megcsinálni a műtétet. Mi fölvállaltuk, de ez egy olyan betegsége volt, egy olyan betegségben szenvedett a beteg, hogy ugyan mi minden beteggel, minden műtét előtt aláírattunk egy olyan papírt, aminek a végén azt is alá kell írnia, hogy a műtétbe bele is halhat. De ezt általában nem szoktuk komolyan gondolni, de ennél a betegnél bizony komolyan le kellett ülni, és el kellett mondani neki, hogy csak úgy vállaljuk a műtétet, ha belemegy abba is, hogy ebbe a műtétbe belehal. Belehalhat az altatásba, nem tudunk neki levegőt adni, olyan helyen volt a daganat benne, és belehalhat a műtétbe, és elvérezhet közben. És a beteg ezt aláírta, és mielőtt nekiálltunk a műtétnek, leültem és elolvastam a komputeren az aznap ígét, szeretném megosztani a testvérekkel. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, Ézsaiás próféta elment hozzá és ezt mondta neki, így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradhatsz életben. Ekkor Ezékiás arcát a fal felé fordítva imádkozott az Úrhoz és ezt mondta, Ó Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt tettem, amit jónak látsz. És Ezékiás keservesen sírt, aztán így szólt az Úr igéje Ézsaiáshoz. Menj és mondd meg Ezékiásnak, így szól az Úr atyádnak, Dávidnak Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél, ezért megtoltom napjaidat még 15 évvel.
Kinyomtattam az igét, odaadtam a professzorúnak, aki olvasta, én olvastam, aki altattam, és a beteg, hála Istennek, túlélte a műtétet, és annyira, hogy már jól van, és még az is lehet, hogy teljesen felépül a betegségéből. Köszönöm szépen. Köszöntöm sok szeretettel a kedves testvéreket. Hát, hogy én nagyon sok mindenért hálás vagyok, de hát két dolgot kiragadtam. A leghálásabb vagyok a családomért, azon belül is az 5,5 dédunokámért. Nagyon örül a szívem. A másik, amiért nagyon hálás vagyok, hogy gyülekezetünkben van egy szépkorú a klubja. És nagyon örülünk, hogy helyet kaptunk, és ebben szép terembe hétről hétre összejöhetünk, és mondhatom a testvéreknek, hogy nem üres járatba jövünk össze, hanem készítünk szívpárnákat betegeknek, és ezeket a betegeket most hallottam, hogy már nem csak rákos nőknek, hanem most már szállítjuk szívműtött embereknek is. Úgyhogy még több párnára lesz szükség, és amit mi már itt Rákos Csabai szépkorúak csináltunk, az már 1000 fölött van, 1000 párna fölött vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy 1000 fölött lévő embereken tudtunk segíteni és egy kicsit könnyíteni. Mert de a legfontosabb az, hogy a párnákba beletettük azt a kis névkártyánkat, amire nem magunkra akarjuk felhívni a figyelmet, hanem a hátuljára ráírtuk azt, hogy szívből szeretettel készítettük ezt a párnát, és a Jóisten adjon teljes gyógyulást. Tehát a Jóistenre irányítjuk a figyelmet, nem pedig erre a párnára, amit mi elkészítünk. És a fájdalmam még az, hogy sajnos a gyülekezetünkből kevés szépkorú látogatja ezeket az alkalmakat. Akik látogatják, hogy 80%-ban kintről külsősök, akik nem gyülekezeti tagok. Úgyhogy aki kedvet érez, jöjjön és segítsen, mert még többre van szükség. És amiért még ezen a téren nagyon hálás vagyok, hogy mivel mi szépkorúak vagyunk, az idő telik, de körvonalazódik már az, hogy van egy kedves csoport, akik látom, hogy át fogják venni ezt a stafétabotot, és nem fog megszűnni ez a munka, mert ez egy nagyon szép szolgálat, ezt állítom mindenkinek, mert a legszebb szolgálat az, ha segíteni tudunk egymáson. És én ezért nagyon hálás vagyok a jó atyának. Az első két bizonyságtevő nevét mondtam csak el, adósságom törlesztéseként folytatom, tehát majd a harmadik bizonyságtevő Mikó Gedeonné, negyedik Kovács Bence, Szabóné Deák Eszter, Mészáros Lajos, Somogyi Imréné, Kovács Dominik és Áron, Hornokné Lázár Éva, Dr. Tóth Krisztina és Debreceni Istvánné bizonyságtételét hallgattuk. Most az énekkarra figyelhetünk, aztán pedig az ifjúság rendez egy jelenetet, vagyis hogy Halász Levente rendezte a rövid jelenetet, amelynek számunkra reméljük üzenete lesz majd. Thank you.
Sziasztok! Van mindkettőtök számára egy ajándékom. De ne, Jézus, miért? De jó! Azért, mert szeretlek benneteket, és adni akartam nektek valamit. De kedves! Laura, először te! Oh, ez olyan izgalmas! Egy kis dobozos kóla! Ez pont nekem való, köszönöm! Valami hozzád írót akartam neked választani. Úgy látszik, sikerült is. Nagyon szeretem. Drew? Igen? Most te következel. Rendben. Na ne, Jézus, most komolyan. Egy fél literes kóla. Ó, ez csodálatos, Jézus, nagyon köszönöm. Laura, menjünk, ezt másoknak is meg kell mutatnunk. Gyere! Oké. Okay. Laura? Valami baj van? Nem, de hogy? Vagyis de, mégis van valami. Tudod, amikor másokat megajándékozol nekik, valahogy mindig többet adsz, mint nekem. Hogy érted ezt? Hát úgy, hogy most is kinyitom az ajándékomat, és látom, hogy jé, de kedves, egy kis dobozos kóla. Aztán Drew is kinyitja az övét, és az övé fél literes. Ó, tudom, mire gondolsz. Nos, ez az ajándék Drewé. Ez az, amiről beszélek. Vegyél egyet nekem is. Valóban ezt szeretnéd? Igen. Tudom, hogy ez Isten édes jósága. Nézd, Jézustól kaptam. Tőle? Igen. Tudod, ha látnál valakit egy sokkal nagyobb üveggel, és ettől te annyira dühös lesz... Kaptam egy kis ráadást, 2 literes. Ez csodálatos. Tudom. Ó, hát ez nem nagyszerű. Dehogy nem. Jézus, nagyon köszönöm. Mi a bajod? Mégis miért vonod meg tőlem a legjobb ajándékodat? A legjobbat adtam neked. Hát nem veszed észre, hogy mi történik? Hagyod, hogy mások örömet. Mások ajándéka elvegye a te örömödet. Nem, Jézus, te veszed el az örömömet azzal, hogy nekem kevesebbet adsz, mint neki. Laura, ezt külön neked választottam. Csak ezt akartam, hogy lásd. Nem érdekel. Amíg ennél messzebb nem tudsz nézni, addig csak egy doboz kólát látsz. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Jakab 1.17. Az énekkart hallgatjuk meg, aztán az ige olvasása következik, majd átismételjük a délelőtt reggel tanult éneket, és aztán a prédikációra figyelhetünk. Thank you.
Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, igét fogok olvasni, együtt fogjuk meghallgatni Istenünk drága üzenetét, az 50. Zsoltár egész terjedelmét szeretném fölolvasni. Istenünk iránti tiszteletünk jeléül fönnállva hallgassuk meg Istenünk hozzánk szóló sorait, az 50. Zsoltárt. Aszáf Zsoltára. A hatalmas Isten az Úr, szól és hívja a földet, napkelettől napnyugatig, a tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten, jön a mi Istenünk, nem hallgat, előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar, hívja az eget odafent és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass, népem, most én beszélek, Izrael, most téged ítélek. Isten a te Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem lévő égő áldozataidért. De nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét. Háladással áldoz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten. Hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted igéimet. Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalárdságot sző. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz. Atyád fiát is bemocskolod? Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindent szemedre vetek. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztetek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Imádkozni fogunk újból. Köszönjük neked, mennyei jó atyánk, hogy sok-sok hálás szívet hallgathattunk e délutáni alkalomból, akik emlékezni tudtak, hogy milyen csodákat vittél véghez életükbe. Urunk, szeretnénk, hogyha drága lelked hatalma által ez a csodálkozás és ez a felsorolás tovább folytatódna, és együtt tudnánk a te csodálatos munkádért hálát adni. Kérünk, áld meg a te eszközeidet, a hallgatóság szívét, a jelenlévőket, hogy hagy tudjuk a mi örömünket, a veled töltött és nyert áldásokat továbbítani a mi környezetünk felé, családtagjaink, szeretteink felé, akik még nem adták át életüket, vagy nem úgy, ahogyan te szeretted volna. Urunk, köszönjük, hogy te mindig azért metszegetsz, hogy még gazdagabbá tégy bennünket, mert te eltökélt szándékod az, hogy jó, megrakott és megtetézett mértékkel adj lelki kincseidből. Segíts, hogy bölcsek legyünk, hogy hozzád közeledjünk, és ne balgán elhatárolódjunk, elhidegüljünk tőled, mert így minden igaz forrástól eltávolodnánk. Köszönjük, hogy te ígérted, hogy megáldasz bennünket. Szeretnénk, Urunk, ebből az áldásból meríteni, és a hétköznapokban szolgálni ennek erejével. Jézus nevében kérünk téged, dicsőíts meg és áld meg az összesereglet, gyermeksereglet, a te
nagy nevedért a mi életünket. Köszönjük, hogy rád tekinthetünk, mert te nem változol. Amen. Maradjunk állva és énekeljük a délelőtt tanult éneket. Ismételten nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlt ünneplő gyülekezetet. Az elhangzott szolgálatok engem is hálára indítanak Isten iránt, mint ahogy Pál is számtalan levelében beszélt arról, hogy tudott örülni, hogyha jó híreket hallott a reggeli igéhez kapcsolódóan Epafrász testvértől. Én is tudtam örülni a testvérek örömének, és látom, érzem, hogy valóban Istent imádják ezen a helyen. És ez nem túlzás, hanem ezt meg kell becsülni, ezért valóban ezért tenni kell, hogy ezt megőrizzék a jövőben a testvérek, mert ez nagyon nagy kincs a mai világban, mindent imádnak az emberek, bálványimádóak tudjuk, onnan tértünk meg. Sajnos a világ ilyen, mi az egy igaz Istent törekedjünk imádni alázatosan, és tiszta szívvel. Mindig probléma volt az Isten tisztelet, hogy hogyan zajlódjon ez az Isten tisztelet, hogy az legyen kedves Isten előtt. A gonosz mindig megpróbálta már az újszövetségi gyülekezetet eltéríteni, a gyülekezet aranykorában, az első században, és így volt ez az ószövetségben is, és bennünket is megpróbál eltántorítani, eltéríteni, elvonni a Krisztus útjától, mert a világ is vonz, de Jézus is azt mondta, hogy ha én fölemeltetem, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Az ő vonzására figyeljön. Asszáf volt, aki beszélt arról az igaz Isten tiszteletről, ami Istennek kedves. Ezek szerint van nem igaz Isten tisztelet is? Hát van sajnos, mert az Úr Jézus maga mondja, és ez számomra mindig visszatérő, újra és újra előjövő gondolat, hogy vajon talál-e hitet az emberfia, amikor eljön erre a földre. Valamilyet fog, de igaz Isten tiszteletet. És ez a nagy kihívás, ez a nagy kérdés, igaz Isten tiszteletet fog-e találni? Mert
valamilyet, ahogy mondtam, igen, de ami kedves ő előtte, amit meg tud áldani. Beszél a Biblia arról, hogy ketten mennek a mezőn, egyik felvétetik, másik otthagyatik. Ketten vannak egy házban, és sorolhatnánk, ismerjük a történetet. Az egyik ott marad, a másik elvétetik, mert hű volt. Milyen is ez az Isten tisztelet? Tehát nekünk olyan urunk van, aki metszeget bennünket. Nem tudok jobb példát, a Biblia tanítja ezt, hogy ez a szülő-gyermek kapcsolata. Ugye ez, ha jó, akkor valóban a gyerek megköszöni azt, hogy a szüleje foglalkozik vele. Van, aki nem ezt teszi. Elmondok egy kitérőbe egy példát, hogy értsük meg. Egy megrázó illusztráció ez. Volt olyan, hát mindenféle gyerek van, meg mindenféle szülőanyag, hát ne ilyenek legyünk közelről sem. Ez nagyon régen történt, hogy elhajlott a fiatalnak az élete, és akkor még ítélet végrehajtás volt, és az ítélet végrehajtás előtt kérte, hogy a szüleit bocsássák utoljára ő hozzá, hogy beszéljen velük, és szemrehányóan megtámadt őket, hogyha fogtatok volna, akkor nem ide kerültem volna. Tehát a mi atyánk, mert szeret, ezért fed bennünket. Jaj annak, akit nem fednek, akit nem nevelnek, akire mindent ráhagynak. Igazából az nem is szereti a gyermekét, mi már innen tudjuk Krisztus oldaláról, hát mi ne ilyenek legyünk, hanem az ige szerint formáljuk őket. Isten is ilyen, ami mennyei atyánk, ő pedig tökéletes, és nagyon jól tudja, hogy mire van nekünk szükségünk. Nekem is, mindenkinek az életét ismeri, tudja, mielőtt szólnánk, ajkainkon sincs a szó, ő már tudja, hogy mit fogunk mondani. Ezért tökéletes urunk van, és úgy metszeget formál, hogy az jó legyen. Így volt Izraelnél is, és Aszávot használta föl ezen Zsoltárban, hogy rávilágítson arra, hogy mi az a kedves gyakorlat, amiben örömét leli az Isten. Ma olyan időket élünk, hogy az emberek maguk próbálják kitalálni, hogy milyen Isten tiszteletet akarnak végrehajtani. Hát elég vastag a Bibliánk, és le van benne rögzítve, alfától az omegáig, hogy mit kíván az Isten. Tehát nem nekem kell kízzadni, kitalálni, hogy na vajon is mit kellene az Istennek, hogy kellene szolgálni, hogy meg legyen velünk elégedve. Persze önerünkből nem tudunk eleget tenni, hanem ő ezt elénk tárja, az igaz Isten tiszteletet. És hogyha körbenézünk, és a lélek segítségével ő segít erre, akkor a teljes írás fényében meglátjuk, hogy ő mit is akar az életünkbe. Hogyan tiszteljük? És így kialakul az egység, és ezért imádkozott Jézus Krisztus a főpásztori imádságában, a János 17-ben, hogy egyek legyenek. Mert ő úgy metszeget formál, hogy ez ki is fog alakulni az őt követő engedelmes tanítványoknak az életébe, akik nem hátrálnak meg. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, ugye, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Egy küzdő pályán futunk, küzdünk Pál szavai szerint, ami egyik testvéremnek több van hátra, másiknak kevesebb, de szabályszerűen kell küzdeni. Ez nagyon fontos. Megdöbbentem, hogy a világban ugye az olimpia volt, és voltak emberek, akik olyan dolgokat engedtek meg maguknak, kimentek a felkészítő táborból, és hiába jó eredmény, hazaküldte a csapatkapitány az országába. Világ. Szabályszerű küzdést vár a mi urunk is, tehát nem tehetünk meg bármit, engedelmeskedni kell. Ez a világban maradiságnak tűnik, de ez óvja meg a mi lelkünket, és így tud bennünket megáldani az Úr, mert ő is engedelmes volt egészen a keresztfának haláláig. Kedves testvéreim, rámutat arra Isten, hogy mit vár az Mózesi szövetséget gyakorló Izrael népétől, és igazából az volt a baj, sokszor elhajlottak, hogy azt hitték, hogy majd mi adunk az Istennek. Hát igazából, azt mondja, enyém a mező és a minden állata, ha éheznék, nem kérnék tőled, nem szorulok emberkész szolgálatára. Sokan így hozakodtak elő, hogy hát adtunk valamit az Istennek. De tényleg tudunk valamit adni, mikor a hajunk szála is az övé? Igazából mindenünk az övé, nem? Hát ő teremtett mindeneket,
bennünket is az ő dicsőségére, hogy meg tudjon bennünket áldani, hogy szeretett közösségben legyünk szorosan vele. És minél több áldást nyerünk, minél jobban engedelmeskedünk, és nem aggódunk, és követjük az Úr Jézus Krisztust. Beszél arról a Bibliánk, hogy a bűnösöknek pedig mit mond Isten. Mert mindig volt olyan, hogy a bűnt és az ünneplést összekeverték az emberek. Már Ézsaiásnál is azt mondja Isten, és itt ő fogalmaz, hogy a bűnt és az ünneplést el nem szenvedhetem. Hát ma eléggé olyan időket élünk, amikor nagyon keverik, már régen is keverték, de az utolsó időben keverik a dolgot. Az hűséges Úr Jézus Krisztus, akinek szemei olyanok, mint a tűznek lángja, aki mindent lát, nem lehet megtéveszteni. Ő nagyon jól tudja, hogy mi jön a szívből, és mi jön a színlelésből, és mi az a bűn, amitől az övét meg kell szabadítania. És ő mindenkit meg is akar, tud szabadítani. Ő mindig gazdagítani akar. Tehát nekünk, és milyen jó, hogy sokan eljutottunk erre a szintre az ő kegyelméből, hogy ő nem bántani akar bennünket, mint a gyermeket sem a szülő igazából, hanem gazdagítani, nem? Hát azért, hogy még jobb legyen annak a gyereknek, hogy még jobban boldoguljon az életbe, és mi tovább látunk, hogy a mennybe is eljusson a mi gyermekeink, ugye így neveljük őket. Ezért nem szeretetlenségből fenyítjük, vagy szankcionáljuk, hanem szeretetből, ha kell, a nehezebbet válasszuk, leülünk, beszélünk, imádkozunk, és ezt várja tőlünk az Isten, és minden hívő szülőtől is. Jaj, annak, akit csak a tévé nevel, mert az a tévé fia, hogy egyik versünkben ezt egyik gondolkodó megfogalmazta. Tehát a bűnös úgy gondolta régen is, hogy majd viszem én az áldozatot, és majd az Isten szemet huny. Malakiásnál beszél erről az ige, hogy ó, bárcsak bezárná valaki a templomot, hogy ne égne hiába oltáraimon a tűz. Nem tudja Isten elfogadni, mert ő a képmutatást nem tudja elfogadni. Milyen jó, hogy ő ilyen Isten. Milyen jó, hogy ő rávilágít, hogy ha kell, keressük a hibát magunkban, és ő rávilágít erre, és vessük ki azt a bűnt, ő megszabadít ettől, hogy valóban bűn válaszfala nélkül szolgáljuk őt, mert tudjuk, a bűn az ilyen, megkeményít, elszakít Istentől, megkötöz, és tudjuk, hogy a végállomás a széles útnak hol van, hol fejeződik be. Isten tehát metszeget. Isten a legjobbat akarja nekünk, és ezt mondja Ászáv Zsoltárában, értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztetek Istenről. Isten azt akarja, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Egy nagyon-nagyon nagy igazság van elrejtve ebben a Zsoltárban is, aki hálával áldozik. Lehet úgy is menni, hogy adok valamit feleslegünkből, de ott van a özvegyasszony két fillérje, ő hálás szívvel áldozott, nem? Ő mindenét oda tette, minden reményét, bizodalmát, és megörökítette. Vagy aki drága, illatos kenetet öntött az Úr Jézusra, örökre emlékeznek. Lám-lám, a prófécia igaz lesz most is, minden Isten tiszteleten. Milyen nagy áldozatot, mert ott volt a szívében feltörő szeretet, hála, hogy mit tett, értem az Úr. Volt Judás, ó, hát ezt a szegényeknek kellett volna szétosztani. Nem volt benne szeretet, nem volt hála. De az Úr jól fogadta ezt, és mi is így szolgáljunk, hogy hálával. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Miért vagyunk itt a Földön? Hogy Isten nem másért, Isten dicsőségéért. Nem véletlenül születtünk meg, nem véletlenül vagyunk ott, ahol vagyunk. Nincsenek véletlenek. Nincsenek véletlenek. Napokban, illetve több mint egy hónapja történt egy baleset velünk, belénk jöttek hátulról, kocsink totál káros lett, és ki tudtunk szállni, és itt tudtunk lenni. Nincsenek véletlenek. Isten csodálatosan dolgozik, örök csodálatos az számunkra az az ének, hogy az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Hogy miért engedte meg? Azt odát fogjuk talán megtudni, néha könyörül rajtunk és kijelenti, hogy formáljon, talán, hogy el ne bízzuk sohasem magunkat, hogy nem természetes az, hogy megyünk, hogy meg is érkezünk, mert jakabi feltételek ma is örökre megmaradnak.
kedves testvéreim, aki hálával áldozik. Minden Isten tisztelet hiába való, ha nem társul hozzá a szív teljessége. Az Úr Jézus örök példát adott nekünk mindenben. Ő az alfa és az omega, ahogy mondtam délelőtt is, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Hát bennünk is akar az Úr, ami mennyei atyánk gyönyörködni, oly módon, hogyha ő nyomdokain járunk, ő követjük, akkor ő megállt bennünket. És ő elénk élte azt, hogy tökéletesen, mert azt mondja az ige, aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, hogyan ő élt. Nem azt mondom. Volt olyan ember, aki azt mondta, hogy ó, hát ő Isten fia volt, de én ember vagyok. Ez mindig az, de mégiscsak azt kérje az ige, hogy úgy kell törekednünk, úgy kell élnünk, ő a példa, őt hallgassátok. Vajon miért? Hogy őt kövessük. Tehát az Úrnak a szívében ott volt a hála, az Atya iránt. Nekem is örvendezni kell, és hálát kell adnom, amikor áldozok. Valamilyen áldozatot bemutatok. Mert igazából mindenki mutat be áldozatot a világon, nem? Van, aki az ördögnek áldoz, a móloknak, van, aki a bálványoknak, van, aki meg az Istennek. Hát tudjuk, egyik oldalon többen vannak, de nem ez számít egyrészt. Mi a kicsi nyáj vagyunk, és inkább szeretnénk hűséggel szolgálni, és mind több embert a másik oldalról megnyerni, de igazából látjuk, kedves testvéreim, hogy ott kell lenni a hálának, a szeretetnek. Mert van, aki kényszerből ad, van, aki kényszerűségből szolgálja az Istent. Ugye a tékozló fiú története, a nagyobbik, hát kényszerűségből, félelemből, hát tudom, milyen az Isten, milyen az én atyám, hát mivel ő ezt elvárja, tudom, hogy igaza van, hát kényszerből. De a kényszerből való szeretet igazából nem működik, és a kényszerből való áldozat sem. Hanem ha valóban eljut az ember addig, és itt a titok, hogy a bűn az, amely homályossá teszi az embert. Ezért mondja az ige, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged. Mert a bűnből mi következik? Nyomorúság, bűn. Még mélyebbre süllyed az ember. A bűn csak bűn szül. Bűngyümölcse, gyász és könny. Ez mindig így volt. A világ tagadja, de így van. Aki a bűn széles útján jár, az mindig süllyedni fog, és ha meg nem tér, akkor örökre el fog kárhozni. Nem láttam még egy példát sem, amely kivétel lett volna. Az Úr ezért mondja, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. Ha nem tudsz örülni, ha ott van valami a szívedben, ami elválaszt valami tőlem, akkor hív segítségül engem a nyomorúság idején, mert a bűnben csak ezzel jár, és én megszabadítalak téged. Ő ilyen nagy. Ő nem olvassa fejünkre a hibáinkat, mert tehetné, de nem teszi, hanem háta mögé veti. És 70-szer, 7-szer is megbocsát. És milyen jó az a mi Urunk, hogy ő mondja, tudjuk ezt a mennyei telefonszámot, amely soha nem emelkedik, ez ingyen működik, hív segítségül engem a nyomorúság idején. A nyomor meglátogatja életünket, meglátogatta Pál életét, meglátogatja mi életünket, ugyanis a bölcsisten megengedi ezt, hogy talán el ne bízzuk magunkat, hogy jó irányba menjünk, hogy a legjobb irányba menjünk. Ez az ő bölcs terve velünk. Talán akkor, mondja az ige, egy próba sem látszik örvendetesnek. Ugye? Ki szereti azt, amikor itt volt egy testvérnő, mondta, hogy egy évben milyen próbákat kellett átélnie, és voltak mások is. Hát nem nagyon szeretjük, ugye, amikor benne vagyunk a próba szorító gyűrűjébe, de higgyük el, hogy a szerető Isten ott van. És ha nem is érezzük talán, de nem ez a lényeg, hanem ő megígérte, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. És hívhatjuk onnan segítségül, és így ismerjük őt meg, hogy milyen nagy Isten. Ha nem lenne próba, soha nem ismernénk meg. Soha nem ismernénk meg, hogy milyen nagy Isten ő. Belegondoltam abba, hogyha milyen jó nekünk, megváltott embereknek, hogy tudjuk, hogy honnan, hová hívott bennünket. Ha mennybe teremtett volna bennünket, az a természetes lett volna nekünk, ugye, hogy úgy élünk. Nem tudnánk, hogy milyen a bűn mocsarában lenni, ez nem is jó dolog, de onnan való kijövetel, az Istennek való engedelmesség, de így tudjuk csak megbecsülni. A tékozló fiú meg tudta becsülni az atyai házat?
meg tudta becsülni. Azt mondta, hogy az atyám házában a béresek is bővölködnek. Rájött arra, a moslékból sem tudott ott jól lakni. Szűkölködöm. Megyek, és hadd legyek olyan, mint atyám házában a béresek közül egy. Ő ennek is örvend, de meg tudta becsülni. Az Úr Jézus mondja egy másik helyen, akinek sok bűne bocsáttatik meg, annak az jobban szeret engem. Aki onnan jött a moslékos vájúból. Én tapasztaltam, én a világból tértem meg. Higgyétek el, fiatalok, gyerekek, fiatal generációhoz mondom, a világ nagyon csalogatja az embert, de semmit tartalmasat nem tud adni. Az csak egy ilyen kirakat. Amerikába járt egyik testvérünk, évekig ott volt, és azt mondja, építész végzettséggel, azt mondja, hogy megvan támogatva szinte egész kultúra, csak hogy kirakat az egész egyik oldalt. Ha megnézni a másik oldalt, rájönne az ember az érem másik oldalát, hogy az nem úgy van, és az ez csak egy vizuális játék. És az emberek ott dolgoznak a legtöbbet, rohanás, pörgés, telefonon érinkeznek, lélek pusztító körülmények között élnek. Örülnek, ha el tudnak jutni az imaházba. Kedves testvéreim, higgyük el, nem véletlen, hogy itt születtünk, itt kell szolgálnunk, és Isten, hogy metszeget bennünket, nem véletlen. Ő a legjobbat akarja nekünk. Ő koronát akar nekünk adni. Az önmaga életéből való részt, és minél többet, mint hogy a gyermekeinknek is, ugye egy egészséges kapcsolatban, minél többet akar a szülő adni, ami a legjobb a gyermekének. Nem a rosszat tüzet kés nem akarunk neki adni, de ami a legjobb a gyermekeinknek, azzal a hittel, hogy az életben, a szolgálatban való fölkészülésben a legjobbat fogja kapni. Hát ilyen a mi Urunk, csak még tökéletesebb. Kedves testvéreim, látjuk tehát, hogy aki hálával áldozik, ne felejtsük el. Szolgálatunk semmit sem ér, hanem szeretetből megy, ugye? Csak a szeretet, a hála, az odaadás, csak így tudja Isten elfogadni. És a mi Úrunk ezt is bemutatta a kereszten, mikor támadták, ütlegelték, ő arra bízta az igazságszolgáltatást, akinek minden hatalom adatott az atyára, és imádkozni tudott. Ilyen tökéletes Úrunk van nekünk. Nem csak elméletben mondta, örömteli pillanataiban, hogy hát így kell csinálni, hanem ő be is mutatta a kemény gyakorlatot, amin a világ megbotránkozik. Ezt nem lehet kibírni, de kibírta, mert az Úr vele volt, és mi velünk is velünk lesz. Kedves testvéreim, hálával áldozzunk. Ezt kéri az Isten. Hálával. Amikor innen el fogunk menni a világba, meg fogjuk kapni a támadásokat. Spurgeon azt mondta, amikor egyik a tabernakulumnak a kijáratánál ez volt fölírva, hogy most kezdődik az Isten tisztelet, mikor megyünk a világba. A világ nagyon gonosz tud lenni. Itt nagyon jól érezzük magunkat, hála az Úrnak, meg kell, hogy ilyen pillanatok erősítsenek bennünket. De a világban támadás, koncentrált nyíl, tüzes nyíl támadás lesz, mert ez nálunk is így van, mindenütt ilyen a világ. Ne feledkezzünk meg. Nem kell nekünk a mi sérelmeinket megtorolni, enyém a bosszúállás, én megfizetek mindenkinek. Nekünk csak szeretni kell a megtévedt bűnöst, ahogy az Úr mondta, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hát tudják? Nem tudták, akkor sem, és most sem tudják. Kedves testvéreim, az dicsőít engem. Mi is dicsőítjük a mi Urunkat, méltó módon ő hozzá, és aki ilyen úton jár, ígéret, feltételrendszerben gondolkozik mindig az Isten. Aki ilyen úton jár, annak mutatom meg az Isten szabadítását. Mivel mindnyájan rászorulunk az Isten kegyelmére, ugye nincs itt olyan, aki azt mondja, hogy ő maga fog tudni boldogulni, mert ha van, akkor azért imádkozni fogunk. A többiekért is, de azért különösképpen. Tehát a feltétel így működik. Ha így és így szolgálsz engem, akkor, és csak is akkor, ilyen úton jársz, annak mutatom meg az Isten szabadítását. Mindig megmutatta. Szorult helyzetében Ezékiásról is szó volt. Ezékiásnak is megmutatta, amikor kiterítette Isten előtt az asszír sereg fenyegetettségét, és 186 ezer embert pusztított el a pusztító angyal egy éjszaka leforgása alatt. Megmutatta a szabadulás útját a túlerővel szembe? Megmutatta.
hálás szívvel imádni, szolgálni, és a többit Istenre bízni. Minden dolgot én rám vessetek, mert minden dolgot ő rá vessetek, mert neki gondja van reátok. Ami ránk eső rész, azt tegyük meg, és a többit bízzük az Úrra. És ő azt bőven meg fogja adni, úgy, hogy még hálásabbak leszünk, és megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Hát ilyen Úrunk van nekünk. Nagyon egyszerű, gyermeki hit kell hozzá. A Máté 18-ban azt olvassuk, ha olyanok nem lesztek, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Újra kisgyermekké kell lennünk. Nem olyan könnyű felnőttként kisgyermeknek, én is tudom, próbálkozom, de ez a krisztusi út, ne szégyeljük őt, a világban ugye ott ezért megtámadnak, de higgyük el, ez az üdvös, ez a szabadulás útja, ez a reményteljes út, ez ad nekünk igazi szabadulást és örömet Jézus Krisztusban. Ne feledjük el, támadások, Istenhez menekülni, Istenben maradni, mint a szőlővessző a szőlőtőben, és így dicsőítjük a mi Urunkat, és megmutatja a szabadulás útját is mindig. Lehet, hogy csak lépésekben, de meg fogja mutatni. És akkor fogunk nagyon boldogok és hálásak lenni, amikor az alagút végén látjuk a fényt, látjuk az Isten szabadítását. Ilyen tapasztalatokat kívánok itt és a kedves testvéreimnek, és magunknak is, hogy mindig tapasztaljuk meg az Isten szabadítását, áldását, vezetését, hogy még jobban tudjuk őt imádni, és ne a világot próbáljuk szeretni sohasem, hanem őt, aki életét adta érettünk, hogy ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen valamennyiünknek. A Rákos Csabaiaknak, a távolabbiaknak és mindnyájuknak. És olyan bűnösnek is, mint nekem, is örök életem legyen. Nem tudom fölfogni, hogy miért engem választott az Isten, nem is tudom, hogy miért engem, és miért nem másokat? Hát talán majd odát meg tudom, addig megpróbálok őt, próbálom őt szolgálni, imádni, és mindig hálával szolgálni neki, mert valóban ő méltó, hogy minden térd meghajoljon előtte, mennyiek és föld alattiak, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az Úr segítsen meg, és soha ne felejtsük, aki hálával áldozik, csak én hozzátettem, csak az dicsőít engem, csak az dicsőíti az Urat, aki hálás. Aki nem hálás, aki kényszerből, az nem fogja, és nem is lesz szabadulás útja megmutatva. Kívánom, hogy ő mindig mutassa meg, és még hálásabbak legyünk, és még tökéletesebben imádjuk és szolgáljuk őt. Az Úr segítsen meg ebben, és azt halljam majd a szolgatársamtól későbbiekben, hogy itt a testvérek Rákos Csabán, milyen odaadóan és mennyire átadottan szolgálják az Úr Jézus Krisztust. Én ennek tudok örülni, mint Pál is az örömhírnek, amit hallott, amit Epafrász tolmácsolt feléje. Az Úr segítsen meg, hogy ott legyünk hiánytalanul szeretteinkkel együtt a bárány nagy mennyegzőjén. De addig imádjuk, szolgáljuk és magasztaljuk őt. Amen. Az ifjúság éneke következik.
Testvérek talán emlékeznek az Isten tisztelet elejére, Mikó Gedeonné volt, aki romba döntötte itt a táblát először. Nem hibás érte, a rendszer billegett. Kedves gyülekezet, az ige hirdetés arról szólt, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És a mi testvérünk folyamatosan arról beszélt, hogy a hálának az életünket be kell tölteni. Hogy nekünk van szükségünk arra, hogy hálásak legyünk, és hogy a háladás az egész életünket áthassa. Testvérek, sokszor a mi hálánk olyan, hogy vigyázzunk arra, hogy a rendszerünket össze ne borítsa. Ezt hívják felszínes hálának. Ezt hívják olyan háladásnak, amit szeretünk itt hagyni az imaházban. Amit akkora tartogatunk, amikor szép napjaink vannak. De az, hogy aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Az a fajta háladás, amely az egész életünket áthatja, amely kivisz bennünket az utcára, és mindenkinek elmondatja velünk, akivel találkozunk, hogy az Isten szeret engem. Az a hála, amely nem tűri meg az életünkben a bűnt és a maszatolást, csak a teljes tisztaságra való törekvést. Az a hála, amely mindenünket azt akarja, hogy odaadjuk az Úrnak, az sokszor felborítja a rendszerünket. És mi sokszor emberek félünk attól, hogy ilyen legyen a hálaadás. Maradjon meg úgy, hogy fel ne boruljon a táblánk. Olyan finom, olyan aranyos, pedig az ige azt szeretné, ha így történne. Ha szükséges, felboruljon a rendszerünk. Felboruljanak a megszokásaink, a korlátaink, az, hogy három lépés távolság a jó Istentől és a testvértől és a teljes odaszánástól. Nem mindegy, hogy milyen a hálánk. Csak azé az emberi megfelelő, amely teljes, amely az egész életet átfogja, amely szinte megsemmisít bennünket a mindenható Isten előtt. Mert bűnös emberek vagyunk, és a mi részünkről kegyelem az, hogy hálát adhatunk. Kedves gyülekezet, a szép szolgálatok, az áldott ige hirdetés, az énekkar, a zenék, mind-mind felhangolták a szívünket ezen a délutánon. Segítségül voltak nekünk arra, hogyha kell, rendszerbontó legyen a hálaadásunk. Hogy holnaptól kezdve, vagy ma estétől másabb hívő emberek legyünk. Jobban odaszántak, olyanok, akik teljesen mások leszünk, mint eddig. Mert mindenestől egész életünket oda akarjuk neki adni. Meg akarunk térni, vagy meg akarunk újulni. Ez az Isten akarata velünk. Kedves gyülekezet, hajtsuk meg most fejünket és szívünket imádságra, és magasztaljuk a mi Urunkat. És kérjük őt, hogyha vannak rendszervédő korlátaink, hogy én ilyen vagyok, hogy én így szoktam, hogy én nem akarok túlmenni rajta, azt bontsa le bennünk, hogy teljességgel átadjuk neki az életünket, mert erre van szükségünk, és ez a kedves ő előtte.
magasztaljuk őt, és könyörögjünk ilyen hálaadó életért. Majd hangos imádsággal fejezem be az imaközösséget. Atyám, köszönjük neked, hogy hallottad hangosan és csendben elmondott imádságainkat. Kérlek, munkáld az én életemet is, hogy a hála, ha kell, forgassa fel az életemet. Újítson meg, vezessen hozzád közelebb, és add, hogy mindannyian hagyd tudjunk előrelépni a neked szentelt életben, és minden mástól fontosabb legyen, hogy téged dicsőítsünk, és akaratod szerint éljünk. Amen. Kedves gyülekezet, most egy rövid időszakot még a mai alkalom zárásaként használjunk fel arra, hogy a gyülekezet néhai lelkipásztora, Békefi Pál testvére emlékezzünk abból az alkalomból, hogy 80 éve avatták őt lelkipásztorrá, és abból az alkalomból, hogy a Veleszház emeleti termét ezentúl Békefi Pál teremnek hívjuk. Néhány testvértől fogjuk meghallgatni most Békefi Pál testvérnek a rövid önéletrajzát, azután pedig elénekeljük az egyik kedves énekét a mi testvérünknek. Több ének van az énekeskünkben most is, amelyiknek a szövegét ő írta, de van egy ének, amelynek a dallamát és a szövegét Békefi Pál testvér írta, azt el fogjuk énekelni. Hallgassuk most a visszaemlékezést. Békefi Pál a Rákoscsabai Baptista gyülekezet történetének legmeghatározóbb lelkipásztora volt, és nem csak azért, mert 37 szolgálati éve a leghosszabb lelkészi ciklusa a gyülekezet történetének. Az ő korszakokat átívelő vezetésével lépett ki a közösség a Horthy érából, és találta meg önmagát a kommunista diktatúra új, még ellenségesebb viszonyai között. Békefi Pál egy 2000 lakosú római katolikus és evangélikus vallású vályogházas Pest megyei községben Hévízgyörkön született 1914. június 5-én, a később 7 gyermekessé bővülő paraszti származású baptista család első gyermekeként. Apja vasúti pályamunkásként dolgozott. Az ifjú Pál gondos iskolai nevelésben részesült, a család erőfeszítéseinek köszönhetően. A korszakban egyáltalán nem tipikus módon középiskolát végzett, majd érettségit szerzett 1932-ben. Ugyanazon év augusztusában merítkezett be Hévízgyörkön, a Galga folyóban. A gyülekezeti taggá válását nem sokkal követte az elhívás a lelkipásztori szolgálatra. Alkalmi munkákból tartotta fent magát, míg 1933. szeptemberében meg nem kezdhette tanulmányait a teológiai szemináriumban. Iskolázottsága miatt két tanulmányi év alatt megszerezte oklevelét, és 1935-ben már másodlelkészként ért vissza Őrszent Miklósra. Ott Juhász János prédikátor mellett ismerte meg a gyakorlati szolgálatot. Felavatására 1936 pünkösdjén került sor. Szolgálata révén ismerkedett meg a vászhartyányi kis gyülekezetben későbbi feleségével, Szabó Irénnel, akinek rövidesen meg is kérte a kezét.
Még össze sem házasodtak, amikor 1937-ben az akkor csupán 23 éves Békefi Pált meghívta pásztorául a Baranyai Mihály és Bán Gábor közös kezelésében álló, de önállósodni vágyó Rákos Csabai gyülekezet. Az akkor 72 tagú, zömmel földművesekből, kisebb részt városiakból, értelmiségiekből álló gyülekezet imaháza melletti szolgálati lakásba június 5-én költözött be az új lelki pásztor. Szolgálata már a világháború előtt felmutatta azokat a jegyeket, amelyek később is meghatározták munkásságát Rákos Csabán. Békefi Pál rátermettsége az országos vezetők előtt is egyértelművé vált ezekre az évekre, ezért több kortársával együtt megkezdték kinevelését, a vezetők következő generációjának tagjaként számolva személyével. Így hamarosan a Magyar Baptista Ifjúsági Szövetség vezéralakjai közt találta magát. Jó iskolája volt ez számára a szervezésnek és a fiatalok körében eredményes missziós módszerek elsajátításának, kipróbálásának. Már e munkája során is megmutatkozott, hogy ha a hitélet és a hívő közösségek érdekeiről volt szó, a tekintély és a konformizmus nem állt a véleményének és a cselekvésének útjában, és nem tántorította el a konstruktív kritikától, vagy akár az ellenzékiségtől. Versíróként 1933-ban mutatkozott be egy ifjúsági pályázaton, az 1940-es évek elejétől cikkeket írt a Békehírnökbe. 43-ban pedig első könyvét is megjelentette a felekezet, Kicsoda vagy Uram címmel, amelyben Krisztus istenségéről értekezett közérthető, ismeretterjesztő módon. A csabai szolgálatot 1939 és 1940 között 13 havi sorkatonai szolgálat szakította meg. Ennek a Somogyi Imre egyházelnök által a baptista prédikátorok számára kiharcolt katonai mentesség vetett véget. Ezen kedvezménnyel először Békefi Pál élhetett az országban. A második világháborút, így a frontszolgálatot elkerülve túlélhette, noha Budapest ostroma idején mindvégig a gyülekezet mellett maradva a házhoz jött frontvonal idején volt alkalma megtapasztalni a kegyelem megtartó erejét. Az ország újjáépítésének kezdetét meghatározó 1945-ös év viszonylag jó erőben találta a gyülekezetet, amit Békefi Pál nem volt rest az országos közösség javára fordítani. Rákos Csaba otthont adott egy országos konferenciának, és átmenetileg befogadta, ellátta a teológiai szemináriumot is. 1946-ban pedig megnyílt a baptista prédikátorok Bétel otthona, amelyet a következő évtől a gyülekezet lelkipásztora felügyelt. Mindemellett Békefi Pált a baptista felekezet belügyminisztériumában, a misszióbizottságban a felelősségteljes titkári, majd elnöki pozícióra választotta meg az országos közösség. A kommunista diktatúra kiépülése azonban gyorsan és kíméletlenül átírta Békefi Pál szolgálatának és pályájának keretét. Noha a Horthy korszak kisemberének nyomorát saját bőrén is megtapasztalva alapvetően nem utasította el a baloldal által vallott társadalmi értékeket, a kommunista ideológiát nem fogadta el. Az egyházvezetésnek a diktatúra irányába fennálló, folyamatos kompromisszum kényszeréből rövidesen kiábrándult. Részben ez is szerepet játszhatott abban, hogy a misszióbizottságban betöltött pozícióiról barátai javára lemondott, felekezeti karrierje pedig nem folytatódott a tényleges vezetői szerepet jelentő egyházi pozíciók valamelyikéig. Csupán az egyháztanács és a központi tanács korlátozott hatáskörű tagjaként járulhatott hozzá a felekezet irányításához. A diktatúra a lelkészi szolgálatának békességét és szabadságát sem hagyta érintetlenül. Békefi Pál hátára eleve céltáblát festett, hogy a már említett Kicsoda vagy Uram című kötetében szerepelt egy, a Szovjetuniót kárhoztató mondat, amely nem maradt ismeretlen az elnyomó rendszer előtt. Lendülete és missziós elkötelezettsége szintén nem volt jó pont a diktatúra szemében.
Az 1950-es években a hozzá hasonló kaliberű budapesti és Pest megyei lelkipásztoroknak gyakran vált osztályrészévé a számüzetés. Az államhatalom nyomására el kellett hagyniuk központi fekvésű gyülekezetüket, és rövidebb, hosszabb időre csak vidéken, legrosszabb esetben csak a határszélen vállalhattak új szolgálatot. Mivel a diktatúra fenntartotta a vallásszabadság látszatát, ezeknek az eltávolításoknak a hamis színdarab keretében önkéntes, örömteli lépésnek álcázva az igazság nyilvános kimondása nélkül kellett lezajlania. Ez a fajta tisztogatás Békefipárt sem került el. 1957 tavaszán nyájának legnagyobb meglepetésére letette a Rákoscsabai szolgálatot, és kiskörös lelkipásztora lett. Bár önmaga és családja védelmében ennek a váltásnak a politikai hátteréről sohasem beszélt, a kortárs visszaemlékezők egyértelművé tették, hogy nem önszántából cselekedett így. A számüzetés azonban meglepő módon rövid ideig tartott csupán. Az egyházpolitika újabb manővereinek betudhatóan 2,5 év múltán, 1959. októberében ismét a Csabai szószéken állt Békefi Pál, hogy az eltelt időben jócskán felbojdult gyülekezet helyzetét rendezze, majd azt még további közel 2 évtizeden át pásztorolja. E hosszú szolgálatot azonban már abban a tudatban töltötte el, hogy az államhatalom folyamatosan figyelte őt és a közösséget. Egyes személyekben, alkalmi látogatókban és a gyülekezet tagjai között a visszaemlékezések szerint besúgókat sejtett, az ebből fakadó óvatosság és jó magaviselet pedig alapvető vélet munkája során. A diktatúra azonban nem törte meg a gyülekezet fejlődését, hanem csak megváltoztatta azt. A világ felé nyitott missziós erőfeszítéseket felváltotta a gyülekezet belüli misszió, a gyermekek és fiatalok belső utánpótlására támaszkodó növekedés. Békefi Pálnak az ilyen típusú munkához is megvolt minden szükséges talentuma. Lelkipásztori módszerei közül meghatározónak viszonyult az ifjúsági közösségteremtés, azaz olyan csoportok, körök kialakítása, amelyek meghatározóvá válnak a kisgyermekek, kamaszok életében, megerősítik erkölcseiket, bibliaismeretüket, és szoros, emberi, baráti kapcsolatok a gyülekezethez kötik őket. A vasárnapi iskola, a fiúkör és a leánykör, majd a későbbi koadukált ifjúsági csoportok foglalkozásai nevelték ki a gyülekezet későbbi oszlopait, az öreg fiúk generációjából és az utána következőkből egyaránt. E csoportok összetartozás tudatának erősítésére gyakran használt eszközök voltak a kirándulások és a kultúra különféle műfajai. A gyakran a lelkipásztor által szerzett énekek, színdarabok betanulása, előadása, vagy a pengetős zenekarba való bekapcsolódás mind-mind életre szóló élményt jelentett a gyülekezet csemetéi számára. Felnövekedve pedig sokakat befogadott az ebben az időszakban megerősödő énekkar és újjászervezett zenekar, melynek rendszeres próbái a gyülekezet melletti elkötelezettséget erősítő vallásossági mozzanatok voltak. Karakteres vonása volt Békefi Pál szolgálatának a rendszeres családlátogatás is. Törekedett arra, hogy minden gyülekezeti otthonban évente legalább egyszer eltöltsön 1-1,5 órát, vagy ha a helyzet úgy kívánta többet, megbeszélve a terheket, problémákat és bűnöket. E látogatásokról fiatalkora óta precíz nyilvántartásokat vezetett, hogy senki ne maradjon ki a sorból. A barátkozókat, a gyülekezetihez közel álló családokat rendszeresebben is felkereste, bebeköszönve egy rövid bibliázás vagy közös ima erejéig. A gyülekezet kegyességében nagy hangsúlyt helyezett az imádságra, ezért folytonosan törekedett az imaórák megerősítésére, látogatottságok növelésére. Sok munkájába került, mire a 6-7 fő által látogatott alkalomból a gyülekezet nagyobb részét és a fiatalokat is megmozgató élő eseményé vált az imaóra. Prédikációiban saját bevallása szerint az evangelizációt lassan felváltotta a biblia ismereti és az erkölcsi tanítás. Kedvelte a hosszú, akár 32 vasárnapot is átívelő tematikus sorozatokat. Minden igehirdetéséhez részletes vázlatot írt, amelyeket gondosan megőrzött. Hogy a tanítást elmélyítse, rendkívül sokat olvasott. Mindezekre természetesen nem lett volna képes hűséges segítőtársa, felesége nélkül,
aki nem csak az otthoni hátterét biztosította mindehhez, hanem a vasárnapi iskolai és a zenei szolgálatok mellett betegápolással, az idős gyülekezeti tagok mindennapjainak aktív segítésével is hozzájárult férje és pásztora munkájának segítéséhez. Házasságukból két gyermek született, László 1942-ben és Emőke 1948-ban. Isten megáldotta a bölcsességgel és kitartással végzett szolgálatot. A gyülekezet taglétszáma folyamatosan gyarapodott az 1937. évi 72 főről 1973-ra 158 főre gyarapodott. Békefi Pál 28 bemerítés alkalmával összesen 176 fehér ruhást merített alá, emellett Budapest növekedése beköltözőkkel is gyarapította a csabai közösséget. Ennél is nagyobb eredmény volt azonban az, hogy az ő lelkipásztorsága alatt Rákos Csaba egy közepes méretű földműves gyülekezetből egy városi jellegű nagy gyülekezetté vált, és ezt a szocialista torzulások közepette lezajlott társadalmi átrendeződést a gyülekezet békességben élte át. A diktatúra nyomása és csábítása ellenére pedig a kétfelé sántikálás, a világi karrier érdekében megvékonyodó hívő elkötelezettség és erkölcsi felpuhulás, ha nem is maradt ismeretlen a gyülekezetben, alapvetően kezelhető jelenség maradt, ami ezekben az évtizedekben még nem éreztette igazán a hosszú távú káros hatásait. A gyülekezeti munka mellett Békefi Pál más területeken is kapott lehetőséget a kibontakozásra, mert az egyház, ha vezetőként nem is, íróként és tudós tanárként számított a munkájára. Rendszeresen publikált a folyóiratokba, kalendáriumokba. 1957 és 1960 között mind zenei és irodalmi vénával és tapasztalattal egyaránt rendelkező lelkipásztor részt vett a Hithangjai énekeskönyv előkészítésében és összeállításában, többek között átdolgozásokat is készítve az országos közösség számára. Munkáiból közel 20 általa szövegezett ének be is került a közös baptista énekkincsbe. A teológiai szemináriumban 1959-ben kezdte meg oktatói munkáját óraadóként, amely végül 17 évnyi szolgálattá nyúlt. Tárgyai a homiletika és az új szövetség voltak, majd 1965-től, mint rangidős tanárt, a lelkipásztorkodástan és az új szövetségi írásmagyarázat oktatására is felkérték. A nyugdíjba vonulása előtti 3 tanévben a dékáni szerepet is ő töltötte be a szemináriumban. E munkája során számos hallgatói jegyzetet írt, emellett átfogó homiletikai elemzést készített. Egy másik munkájában közel 200 oldalon értelmezte és magyarázta a baptista hitvallást. Verseinek gyűjteménye mellett karácsonyi igehirdetési prédikáció gyűjteményt is szerkesztett. Nem tudjuk mi okból, de kéziratok nem kerültek nyomdába, így sohasem gyarapíthatták a baptista közösség egészét. Mindezen munkák mellett Békefi Pálnak nagyszámú vendégszolgálatra is futotta az erejéből. Saját számvetése szerint 1976-ig összesen 255 településen hirdette az igét legalább egy alkalommal. E nem mindennapi teljesítménnyel a háta mögött Békefi Pál 1974. június 5-én jelentette be, hogy úgy érzi, elérkezett számára a nyugalomba vonulás ideje. A Rákos Csabai baptista gyülekezet szószékét 1976 nyarán Mészáros Kálmánnak adta át
aki 10 éven keresztül vitte tovább az örökséget. Nyugdíjas évei azonban nem jelentették a pásztori szolgálat végét, kisegítőként, ügyintéző lelkipásztorként rendszeresen, akár évekig látogatott több körzetet vagy gyülekezetet. 1983 tavaszán agyvérzést kapott, amelyből azonban csodával határos módon ismét aktív emberré épült fel. Később még 2 infarktusból épült fel. Megérte a rendszerváltást, a vallásszabadság helyreállítását. 1993-ban hunyt el, temetése azon év november 5-én volt a Péceli temetőben. Utolsó útján öröksége, saját énekei és a Rákos Csabai gyülekezet tagjai kísérték, akik az új korszak új kihívásaival szembenézve még napjainkban is visszanyúlnak Békefi Pál szolgálatának eredményeihez és tanulságaihoz. Köszönjük szépen a életrajzot. Sok ismerős vonás elevenedhetett meg bennünk, és a mai alkalomnak egy különös hála oka van ennek a gyülekezetnek Békefi Pál lelkipásztorért, hiszen ma amik vagyunk és ahogyan élünk, a Jóisten után sok tekintetben a Békefi Pál testvér magvetésének vagyunk a következményei. Ennek a gyülekezetnek a karaktere, a szolgálata és az Isten iránti hűsége. Énekeljünk most el azt az éneket, amelyet Békefi Pál testvér szerzett dallam és szöveg tekintetében, és azt követően pedig kérem az egyik tanítványát, László Gábor testvért, hogy imádságban adjon hálát Pali bácsiért. Vágyom mellette élni, Jézus. 248. énekünket énekeljük el, és úgy énekeljük, mert ezt, hogy akik ismerték, jelenjen meg előttünk Békefi bácsi, az ő hangja, az ő szolgálata, és az ő lelkülete, amelyet nagyon szépen jellemez ez az ének, hogy vágyom mellette élni, Jézus. Álljunk fel ez ének alatt. Hála van a szívünkbe a te gondviselésedért. Köszönjük, Uram, hogy ezen a napon
annyiféleképpen felragyogott előttünk a te tettekben megnyilvánuló szereteted. Köszönjük, hogy a szívünket hálássá tetted. Köszönjük, hogy segítettél nékünk, hogy hálával áldozzunk és szolgáljunk téged. És köszönjük ezt a csodálatos megemlékezés lehetőségét is, amely ennek a gyülekezetnek nagyon-nagyon fontos, és sok-sok áldás áradt a gyülekezet életére, ami szeretett testvérünk szolgálata által. Köszönjük néked, Békefi Pál testvért, kedves feleségét és családját. Köszönjük mindazt, amit azokban a nehéz időkben adtál ennek a gyülekezetnek az ő életében és szolgálatában, útmutatásként, irántad való hűségként. Köszönöm, Atyám, hogy én is emlékezhetem az ő életére, akinek megadatott az a kegyelem, hogy 4 éven keresztül hallgathattam az ő tanítását, a prédikációra való felkészülésben, a homiletikában. Köszönjük, hogy olyan csodálatosan és készségesen tudott bennünket tanítani, szólt arról, hogy hogyan és miképpen lehet élő a mi szolgálatunk. Uram Istenem, ez az emlék ott bennem és bennünk maradt, akik még élünk, vagy akik már hazak is költöztek te hazádba. Köszönjük az ő életét, köszönjük azt az emberi közelséget, amit benne kaptunk a kirándulásokban, ahogyan egyé tudott lenni a fiatal gyermekekkel, diákokkal, ezzel is példát hagyni előttünk. Fogad hálaadásunkat Istenünk érte, és az ő emlékezése hadd legyen áldott, és ez a gyülekezet merítsen példát, tanácsot, útravalót az ő életében. Legyen hála az Istennek érette, áld meg az ő szeretteit és a közösséget. Amen. Amen. Soli Deo Gloria. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves gyülekezet, a szokásostól hosszabbra nyúlt a háladó napunk, de túl sok pihenő testvért nem láttam az Isten tisztelet alatt. Isten gazdagon megáldotta a mai napunkat. Köszönjük Tömöri Gábor testvérnek az üzenetet, a délelőtit és a délutánit. A Jóisten áldja meg Hajdubagosi Sárándi hosszúpályi szolgálatodat, adjon sok örömet, sok áldást, és minden helyzetben tud, hogy Isten nem hagyja el, hanem megáldja az életedet. Nagyon szépen köszönjük a családom és a körzetem nevében ezeket a építő, bátorító gondolatokat, és még adós vagyok azzal, hogy megkértek, hogy a Hajdubagosi körzet testvériségének nevében küldjük, hozom a körzet szeretetteljes köszöntését mindenkire, hozzátartozóikra, a testvéreknek Isten gazdag áldását, bővölködő életet kívánunk, külön hosszúpályiból, a Szűcs család részéről, és Sárándról is, Hajdubagosról is. Nagyon örültünk, hogy itt járhattunk, és az Úr áldja meg a testvéreket, hogy méltó módon imádjuk a mi Urunkat, mert ő méltó erre. Köszönöm, hogy itt lettek. Mi is küldözöljük a testvéreket, álljon az Úr szához. Kedves gyülekezet, a hirdetések rövidített változatát szeretném elmondani. Mindenekelőtt tekintsünk vissza a két Isten tisztelet közötti időszakunkra, ez nincs kiírva. Köszönjük szépen azoknak a testvéreknek, akik szolgáltak az ebéd elkészítésével és a felszolgálásával. Köszönjük a fiataloknak, a nőtestvéreknek, de hadd említsük meg itt a főszakácsunkat, Lázár Mária testvérnőt, aki felelt az ételért, és úgy látszik, hogy ezt a felelősséget jól viselte. Köszönjük a finom ebédet. A további alkalmainkat szeretném hirdetni. Kedden ima közösségünk lesz a szokásos időpontban, csütörtökön a 10 órakor kezdődő Babamama klubra, a Szépkorúak klubjá, illetve a esti biblia tanulmányozásra hívom fel a testvérek figyelmét. Pénteken a korosztályos alkalmak lesznek, és következő vasárnap délelőtt a hagyományos időpontokban találkozhat a gyülekezet. Délután nem lesz itt Isten tiszteletünk, mindenkit bátorítunk, hogy a sűsápi művelődési házban vegyen részt az ottani gyülekezet és a város közös háladó napján.
Árpád József testvér szervezi az utazást, reméljük, hogy ezt meg tudja tenni, és itt közbevetőleg hadd mondjam el, hogy délelőtt is úgy említettem meg a testvérünk nevét, hogy nem volt itt. Sajnos egy rosszulét miatt az ügyeletre kellett neki menni tegnap késő este, de most délelőtt már hazajöhetett, és fájdalmai vannak, de a gyógyulás útján vannak. Gyógyulás útján van, reméljük, hogy következő vasárnap már együtt lehetünk Isten igéje mellett a mi testvérünkkel. Egy dátumot szeretnék még megemlíteni a testvéreknek, amire jelentkezni kell, a december 9 és 11-e közötti gyülekezeti hétvégénket dr. Léránt István testvérnél lehetséges a jelentkezés. És végül, de nem utolsó sorban bátorítom azokat, akik ma még nem voltak szavazni, hogyha lehet, akkor az istentisztelet vége után tegyék meg, ezt 7 óráig megtehetik. Legyen közös imádság a záróénekünk, vezess Jézusunk, végleg indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Záró énekünk, minden versét fennállva énekeljük, mégpedig a 320. énekünket. Köszönjük a mai gazdag áldásaidat, amelyel érdemtelenül ránk árasztottad, noha érdemesekre nem vagyunk, de tudjuk, hogy a te szereteted munkálta ezt. Végezetül pedig lenne az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyei atyánk szeretete, és a Szentlélek drága közössége legyen, és maradjon mi vélünk, most és mindörökké. Amen. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus, foglalj helyet a gyülekezet.